Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Igen, jól látjátok a címet. 13. cikk. Te hallottál a 13. cikkről? Egy nagyon érdekes kis dolog, amit az Európai Unió parlamentben szavaztak meg, félig meddig titokban, mármint ha járatos vagy az Európai Parlament törvényeiben, törvényhozatali mechanizmusában, illetve úgy általánosan járatos vagy a politikában, akkor minden bizonnyal hallottál erről a törvényről, de nekünk is amatőr emberkéknek, akik amúgy nem járatosak a politikában, tehát nem a mindennapi életünk része, megeshet, hogy kimaradt az életünkből. Nos, ilyen ez a 13. cikk. Hát az én életemből kimaradt, sajnos egy kicsit későn, nem minthogyha túl sokat tudnék tenni ellene, de legalább, hogy is mondjam, figyelmeztethettem volna a YouTube közösséget, magyar közösséget, hogy létezik egy ilyen dolog. Na most, a 13. cikk egy jogvédelemmel kapcsolatos törvény, ami mostanra már elfogadott lett, nagyjából 2 hónapja, talán egy kicsit olyan csöndben ment le ez a dolog, és az érdekességek ezzel a törvénnyel kapcsolatban a következők. Ez a törvény azért lett alkotva, hogy védje az alkotókat, illetve az alkotóknak a készítményeit. Tehát te egy nagyon ügyes videókészítő vagy, készítesz egy videót az adott tartalomról, és ez a törvény hivatott védeni azt a videót, hogy más ne fogja és lopja el azt a teljes tartalmat, és esetleg töltse fel a saját YouTube csatornájára. Jártam én is így sajnos, volt egy csomó videóm, körülbelül 150 videómat valaki ügyesen ellopta és feltöltötte a saját csatornájára valami furcsa oknál fogva. Kiderült, hogy maga a valaki, aki egy tulajdonos volt ennek a YouTube csatornának, nem is tudott róla, hogy valaki feltöltött videókat az ő csatornájára. Fura, ugye? Na mindegy, ez a törvény hivatott ezt védeni. Na most azért van benne egy csavar. Ez ugye eddig szép és jó. Legyen is az, hogyha készítek ugye egy videót, vagy te készítesz egy videót, készítesz valami bármilyen művészi tartalmat, értem itt zenére, festményre, könyvre, videókra, filmekre, akármire, ami úgymond a te terméked és te hoztad létre el a világra, ez legyen is védett, ugye ezzel semmi probléma nincs, ez így van rendjén, ez megvéd téged, ez a törvény attól, hogy valaki ellopja azt a bizonyos videót. Na most, a csavar az, hogy ez a törvény egyelőre csak Európai Unión belül lesz érvényes. Mit jelent ez? Ez potenciálisan azt jelenti, hogy minden kontentet, például amit te látsz a YouTube-on, ami mondjuk nyugatról jön, Amerikától, vagy bármelyik országból, Ázsia, bárhonnan, ami nem Európai Unió, és bármiféle jogvédett tartalom van benne, te azt az Európai Unióban nem fogod látni. Megesett, hogy a kedvenc kínai streamered, az többet nem fogod látni, mivel hogy ugye védett tartalommal játszik, vagy a kedvenc amerikai youtubered nem fogod többet látni, mert hogy a videójában leközölt 3 másodperc védett tartalommal rendelkező videót. Ugye mondhatod azt, hogy kit érdekel című történet, na de például meg akarsz nézni egy filmkritikát külföldről? Hát, akkor így jártál, hogyha abban a videóban benne van az adott filmből különböző jelenetek, még ha a trailerről is van szó, és nincs rá felhatalmazása az adott illetőnek, hogy Európában leközölje azt a videót, akkor a YouTube azt filterezni fogja, és te azt az adott videót nem fogod látni. Ez igaz bármelyik videó platformra, amúgy, tehát a törvény nem csak YouTube-ra vonatkozik, de az jelen pillanatban ugye a legnagyobb platform videók téren. Ugyanúgy igaz ez Facebookra is. Például ha te a New York Times cikket el akarsz olvasni Magyarországon a Facebookon, akkor a Facebookot a New York Times, hogy is mondjam, kötelezheti arra, hogy fizessenek neki pénzt, mert hogy a Facebook Európában fogja és közli azt a cikket, és ráadásul ugye a Facebook hogy közli a cikket, csak címsorokat közel, tehát nem teljes cikket, ezáltal a Times magazin elesik attól a előnytől, hogy te, mint az olvasó, nem olvasod el a teljes cikket, hanem csak a kulcsszavakat, és esetleg tovább mész azon a cikken, anélkül, hogy maximálisan informálottál volna. Tiszta a sor?
Tiszta a sor. Eddig ugye teljesen érthető a dolog. Mit jelent ez például ránk, gamerekve nézve? Mi ugye egy olyan tartalommal dolgozunk, ami nem a miénk. Tehát hiába mi játszunk vele, és adott esetben, hogy is mondjam, az én személyes döntéseim vannak például egy Warframe-ben vagy egy Battlefield-ben, az én személyes mozdulataim, vagy bármi, de maga a képi anyag, amit leközlök, az nem az én tulajdonom, ugyebár. Ezért léteztek, hogy is mondjam, a youtuberek számára a féle partner programok, amelyek felruháztak minket a joggal, hogy mi közölhetünk ilyen adott játék videókat. De ebben az esetben, jelen pillanatban ez is ugye kockázatos dolog, mert nem tudni, vagy legalábbis én még nem tudom, hogyha tudja valaki, írja le, hogy lesz ez kivitelezve, mert ugye ez a legtöbb cég konkrétan Amerikához köthető, és a cég, amivel én is partnerezem, és Amerikába köthető, és az amerikai törvényekhez köthető, tehát ott valószínűleg semmi baj nem lenne, de hogy Európában például ezt a videót mondjuk leközölhetem-e gameplay anyaggal, az kérdéses lesz a jövőben, de meglátjuk. Még itt nem ér véget a dolog, és hát hadd írjam körbe, hogy mi történik jelen pillanatban ezen a téren a világ internetében. Tehát ez egy törvény, ami Európai Unióra vonatkozik. A probléma vele az, hogy az internet az világméretű, és ha egy régióban behoznak egy ilyen törvényt, az dönti mindenhol a világban. Értitek, amit mondok? De nálunk egy ilyen törvény van, az azt jelenti, hogy filterezve lesz minden. Hát welcome back to communist. Tehát tényleg ilyen kommunizmusba visszamegyünk, amikor, hogy is mondjam, éppen egy rádiót úgy kellett beállítani, hogy halljad a, hogy is mondjam, a külföldi adásokat, és nagy titokba, hogy is mondjam, ott ült a család, és hallgatta, hogy milyen új külföldi zenék lesznek. Hát most ugyanaz lesz, csak VPN-nel. Tehát be fogok kapcsolatadni a VPN szolgáltatást, ugye, hogy ne tudják lenyomozni az IP címemet, hogy külföldi content anyagot tudjak nézni, ha netán arról van szó. Persze nem ennyire drasztikus, de azért, hogy is mondjam, közel állunk ehhez a dologhoz. Szóval, természetesen a YouTube és Facebook például, ha csak a két legnagyobbról beszélünk, már elkezdtek ez ellen dolgozni, hogy őszinte legyek, de mégpedig úgy, hogy ugye külön csatornákat és videószolgáltatásokat jelentetnek meg, ugye, mint például a YouTube Red az egy ilyen, ahol a készítők saját copyright-mentes videóikat, készítményeiket közölhetik és csináltak, és a 100%-ig a saját tulajdonok sehonnan sem használnak föl semmilyen más tartalmat, és ezáltal ezek a tartalmak elérhetőek lesznek YouTube-ra. És például ugye az Instagram az a Facebooké, és ők is egy új videó közlő szolgáltatást indítottak el, csak azon, hogy kivédjék ezt az apró kis törvényt, ami amúgy kurva jó abból a szempontból, hogy mindenképp eredeti gondolatokat láthatunk a videóba, eredeti minőséget láthatunk a videóba, senki nem lop senkitől című történet, és minden alkotó a saját dolgát fogja leközölni, ezáltal egy kis versenyszerűséget alakítva ki, hogy minél jobb és minél minőségibb adásokat kapjunk, hogyha arról van szó, és értitek, mert hogyha sok alkotó neki fog se alkot valamit, hát az lehet egy nagy káosz belőle, ezért egy-két kiváló alkotó ki fog emelkedni ebből az egészből, akik jobb tartalmakat csinálnak, tehát van jó oldala ennek az egésznek, csak amit elfelejtenek közölni ezzel ennek a törvénynek a kapcsán, és azért egy jó pár európai parlament képviselő felszólalt ez ellen a törvény ellen, mert azért elég durván sérti a szólás szabadságot. Hát például akarok csinálni egy filmkritikát, és belerakok a filmből adott jeleneteket, és nem csak mondjuk egy kamera előtt ülök és beszélek arról az adott filmről, de afféle kifejezést, hogy is mondjam, fog vissza magába. Ha van kint, odakint egy ügyvéd, aki nézi ezt a videót, és érti, hogy miről beszélek, az további felvilágosítást írhat erről a 13. cikk törvényről. Nagyon megköszönném, mindenképpen jól jönne a dolog. És itt jön a csavar, hölgyeim és uraim. Ez a törvény, ez nem hogy, tehát egy jó dolog abból a szempontból, hogy védi a művészeket és a készítőket ezen a téren. Ez tényleg egy jó dolog,
csak mit kapunk akkor, hogyha szelektív információ kerül hozzánk. Ez azt jelenti, hogy semmilyen információról nem lesz teljes körű képünk, csak azt fogjuk tudni és látni, amit ők akarnak közölni velünk, bárki is legyen az az ők. Tehát ha az a filterezés élesbe be fog kapcsolni, vagy bekapcsolódik, akkor csak annyit fogunk tudni a világról, amennyit az adott készítők, illetve bárki, aki a csúcsán van ennek az egész filternek, engedni akar. Olyan szintű félrevezetést lehet elérni ezzel, hogy az elképesztő. Azon kívül, hogy egy jó törvény arra, hogy védje a művészeket, egy kurva rossz törvény információ áramlás szempontjából. És mi a legnagyobb hatalom a mai világban? Az az információ. Ha van információd valamiről, amit valaki nem tud, azért az emberek fizetnek, és azt az emberek követik. Nem. Én nem szeretnék hülyeséget követni. Szeretnék informált lenni minden aspektusból, de ha van valami, ami filteren átjön, és illetve filteren nem jön át, az igen nagy problémákhoz vezethet. Így is elképesztő méretű filtereken keresztül jön az információ, és csak azt látod, amit látni szeretnél. Tegyük fel Facebookon, megálltál egy 5 másodpercre egy cikknél, ami arról szólt, hogy a béka seggel zöldre változott, akkor onnantól kezdve csak olyan cikkeket fogsz kapni, hogy milyen színűre változtak a békák seggei. Tehát az információt nem lesz teljes körű, és nem fogod tudni azt, hogy a béka segge az nem feltétlenül kell megváltozzon bármilyen színre is, hogyha valami probléma van. Szóval ez számomra a pozitívumban a negatívum, de ez a negatívum számomra felöleli és elpusztítja a pozitívumot. Olyan emberek, úgy érzem, mert nem vagyok szakértő, ugye, de úgy érzem, olyan emberek ülnek le az Európai Parlamentbe, és hoznak döntést a 21. század jövőjéről, az internetről, és annak fejlődéséről, akiknek fingjuk nincs róla, és a potenciáljáról, a mértékéről, ahogy fejlődik, és amit el lehet érni rajta, és azért, hogy ők megértsék, vagy hogy kontroll alá vegyék, különféle regulációkkal próbálják ezt megcsinálni, anélkül, hogy a nép véleményét is megkérdeznék erről, mert arról nem igazán kérdeztek, de így is rengetegen, hogy is mondjam, írtak alá petíciókat, hogy ezt a törvényt ne hozzák be. Több mint 1 millió, és ezt csak Angliára értjük, több mint 1 millió, ki tudja hány millió a többi országokat egyetértve, és a törvény mégis megszületett. Milyen világot élünk? Hol van, nem mint hogyha a demokrácia az egy kiváló rendszer lenne, mert egy olyan broken rendszer, ahogy van, de ez itt számomra nem úgy tűnik, mint hogyha bármi köze is lenne a demokráciához. Nos, srácok, soha nem nagyon beszéltem politikáról, vagy bármiről, de egy-két dolog engem is szíven üt. De ja, ez volt. Ha végignézted a videót, akkor egy hashtag macskabugyit kérnék szépen a kommentek szekciójába, hogy tudjam, hogy elérte a végére, és megvan az információ, amit szerettem volna közölni veled. Ha szakértője vagy a témának, akkor további információkat erről a cikkről, erről a 13. cikkről, illetve az egész helyzetről nagyon-nagyon nagy szeretettel fogadom a kommentek alatt, és bármit, hogyha rosszul vagy rosszul értelmeztem ezzel a törvénnyel kapcsolatban, akkor azt nagyon szívesen veszem, hogyha kiavítjátok, hogy egy helyesbített képet kapjunk róla, és ragaszkodjunk a témához, srácok. Köszönöm a figyelmet, a következő videóig. Sziasztok!